Pár nappal ezelőtt az éjleple alatt görült be egy sárga furgon a nyíregyházi állatparkba. Az Indiaház legújabb lakói érkeztek a speciális járművel, a 15 hónapos nőstény Nazaré és a 14 hónapos hím Maui. A zebracápák a Kanári-szigetekről kalandos úton érkeztek. A Loro Parkban kikelt állatokat ajánlották fel nekünk, nem csak nekünk a nyíregyházi állatparknak, de a bécsi akváriumnak is. Így az összes cápa bébi igazából a bécsi repülőtérig repülővel érkezett a Kanári-szigetekről, majd a mi két egyedünk onnan pedig egy speciális teherautó segítségével jutott ide a végleges tartóhelyére. A két zebracápa még a szoktató ketrecben ismerkedik a 150 köbméteres lakóhelyükkel, a fekete foltú szirti cápákkal, a fehér pettyes tüskerájával és 8 másik különböző fajtájú leendő lakótársukkal. Sőt, a gondozók is így szoktatják őket az etetési rutinhoz. Ennek pedig különleges rendszere van. Napjában egyszer etetjük őket, adlibutum etetésük van, ami azt jelenti, hogy addig kínáljuk őket hallal, tinta hallal, amíg ők jól nem laknak. Általában makrélát, illetve heringet esznek, egyik kedvenc takarmányuk pedig a tinta hal. Az indiai és a csendes óceán vizeiben őshonos, korallokat kedvelő zebracápák körülbelül egy hónap múlva elhagyják a ketrecet, és teljes értékű lakói lesznek az Indiaháznak. A tervek szerint pedig később újabb egyedek érkeznek majd, és tenyészkolóniát alakítanak ki a nyíregyházi állatparkban. A két zebracápa beköltözésével együtt már 7 különböző cápa fajjal találkozhatnak a park látogatói.